hogy vagy? Hova lettél? Ahogy én is elfeledtél. De ma látod, ide fújt a szél. Egy pohárra még, a barátságra, hogy legyen, hogy hinni tudjuk még, nincs velünk semmi baj. Egy pohárra még, arra, hogy bármi legyen, a hangjegyekből még összeáll a dal. Gyere, mondd el, gyere bátran, ahogy 80-valahányban, ne hibáztasd a rohanó időt. Ne panaszkodj, ne kapaszkodj, a tévedéshez ne ragaszkodj, gyere, toljuk fel a hangerőt. A sötét napok állnak vakon eléd. Vigyázz, ki ne lopjál. Tamás fiam, erre van az arra. És játszhatunk is még, a film forog tovább. Képzeld el, nem hiszed el, Toma szakított Kittinával. Mi? De hogy? Nem tudom, de ezek hülyék. Vikikém, nincs jobb dolgod, menj befelé tanulni. Jaj, apa, tennap vizsgáztam ötösre jogból. Figyelj, légy szíves, menjél bevásárolni, mert szolgálatban leszek. Kérdezte magadról, csak egy pattingatod 50 méterről? Aki köztörölten szemetel, az pénzbírsággal sújtható. Tiszted már meg azt a szemetest. Előfordul, hogy jövőben fogsz turkálni. Ide jössz és beledobod szépen. Apád egy igazi hős. Hát ne is mondd, nagyon sok néha. Nem tudom, hogy velem is mi baj van, még sose kapott rajta semmin a törvény. Na jó van, bemegyek előadásra, most pont olyan van, ami érdekel, és az ritkaság. De amúgy ne foglalkozz vele, jó? Hát igyekszem. Nem, tényleg, ne figyeljél oda. Mikor szakítasz pelembe a senki háziba? Mikor fogod már fel, hogy felnőttem? Na, még egy nap túlélve a csodálatos felsőoktatásból. Mondjuk azt nem tudom, hogy ez a művészetpszichológia mire lesz jó, de a Rubik kocka kirakásával haladta. Hát fél katalógus, kitöltöttük. Én kiolvastam a kis herceget, úgyhogy ez már egy produktív nap. De az biztos. Apropó, a Gyűrűk Urámat nem láttad, azt is elkezdtem olvasni be. Utoljára az ebédlőben. Igen, akkor minnyáj van. Jól van. Szia, Dani, figyelj, van egy percet? Ja, persze. Van itt ez a hallgatói önkormányzat. Igen. Én arra gondoltam, hogy én ebbe be akarok kerülni, és segítened kéne, nálam kéne tartani egy házi bulit. Össze kéne szedned minél több embert, jó? Mert én nem nagyon ismerem ezeket az embereket, jó? Jó? Segítesz nekem? Jó, szólok egy-két. Jó, köszönöm. Mi volt ez? Na, megint mit tumázt ezzel a gyökérrel? Ja, Danival, csak megkértem, hogy segítsen. Hétvégén tartok házi bulit, ti azt te is, nem? Mikor lesz ez? Most hétvégén. Nem tudok menni. Az öregnek jaktavatója lesz, muszáj elmennem. Nem már. Nem tudok sajnos. De mi az, hogy ez a szerencsétlen elmegy, és én meg nem? Most mondtad, hogy te nem jössz. A Dani megjön, és még segít is. Ja. Yeah. Ki a szimpatikus úriember? Új barátod? Na, mondhatjuk úgy is. Na, Dani, most itt eszembe, mit csinálsz hétvégén? Ja, Vikivel töltöm a hétvégét, de csoporttársa mondta, hogy lesz valami szakbújós, hogy hívjak embereket. Na, időnk is most van, pénzünk az nincs. Mitől vagy ilyen lelkes? Hát nemrég szakították Kittinával. Na, Dani, gyere már. Jól van, legyen. Csak ígérd meg, hogy másnap nem ébredünk megmagyarázhatatlan hülye helyzetben. Hát ismersz.
Zátonyi, te meg mi a felét keresed? Nem történt semmi? Persze, hogy nem történt semmi, és az ki ott a földön? Kővári legjobb haverom, ő is osztálytárs. Na jó, engem ez nem érdekel. Így jobb az összkép. Na jó, Johnny, kifelé a szobámból most! Jó, 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 oké, oké, igaz is, igaz. Te, hogyha csak most jöttél, miért nem voltál bulin? Rámeztel a Fannira, mi? Ugyan már, ez van barát. Mindjárt kapsz akkor a bulit, hogy beszarsz. De nyugi, csak rosszkor voltam rossz helyen, tudod? Ugye rohadjál meg. Mi van, Nyuszi vagy Zátonyi? Engem senki nem nevezhet Nyuszinak. Van, ezért még elkaplak, te rohadék. De te be se jársz órákra. Mostantól bejárok. Na hát akkor ezért meg is érte. Zátonyi! Még jó, hogy megadtad a címet. Leslie! Hívtalak volna? Nem találom a részegének. Ó, ez kedves tőle. Nem arra, hogy néha szarozik. Há? 1000 éves sólyom. Figyelj már, csak érdem elküldtél ennyire. Jaj, figyelj, csoporttársam, erről a csajával ébredtem egy ágyba. Csajával is volt valami? Jó csaj? Nem, de hogy volt. Tudod, a Fanni a újabb álló rányom volt be. Fanni... nagyon jó csaj. Lehet, hogy visszamegyek és befekszem mellé. Már rád figyelj. Rá meg Viki. Hát igen. Meg a faterja, mi? Ez is folyton megkerget. Hát mondjuk te jobb préda lennél neki. Biztos. Tényleg, mibe utazol mostan sem? Autóban. Taxizom. Végre alakul valami. Figyelj, nagyon sokat szívtam. Szó szerint. Ezt tudod, hogy mivel foglalkoztam, de... Persze. Ex-dealer vagy. Basszus, Dani! A rohadt életbe! Tudod, hogy milyen szar volt az jó, egész? Jó, jó. Az összes rendőr, a közteresek, mindenki az én nyakamban volt, a kamerák! Ilyen közel voltak, hogy lesükkel meg a börtönbe! Nem, hallod? Bocs, olyan mondom, erről nem beszélünk! Csúnya dolgok ezek! Hidd el, hogyha jót akarsz, akkor inkább vigyázz sört! Tényleg sör? Mi van kővárjóval? Na mi van, tart még a buli? Jó szórakozást! Majd hazadom benne egy óra múlva, taxisofőr. Hát, hogyha megbírja fizetni ezt az összkomfort luxus. Figyelj, már egyáltalán nem foglalkozom kábítószerekkel. Kipróbálok mindenfélét a világon, ami van, mindenféle meló. Aztán majd rájövök, hogy mi az, ami nekem való. Gyere egyetemre. Egyetem? Nem, köszi szépen. Azt meghagyom neked meg Kőválinak. Az én hitvallásom szerint az vagy, amit csinál. Keresd csak az utadat, az erő vezeti az utadat. Tényleg az út... Hallod, hova megyünk? Ja, a Rózsadombra. Rózsadombra, Burzsú vidék, Burzsú környék. Hát akkor mi kapuk tojások vagyunk. Anikám, még bűzösszön visszatolva. Anyukád örülni fog. Hát, tudom, felmegyek inkább nagymamámhoz, együtt lakunk nagyszülőkkel. Mármint most már csak nagymamámmal. Ha, köszönöm szépen. Ja, majd hitelben megadom. Na csak azért. Az erő legyen veled, Danikám! Szia, mama! Szia! Jó, hogy jössz, a bajom éve a 2016 a nagy kínai horoszkóp szerint. És azt mondják, hogy az erő, ami a csillagok háborújának a misztikája, az velünk marad. Hát bennem nagyon sok van, ahányszor megnézted. Na. Mit olvasol, mama? Hát ez a nőklapjának az ezotéria variációja, és az újjászületés, a reinkarnációt fogják magyarázni, de hát még csak az elején vagyok. Aha, ez a... Mert hogy kell lenni a csicsókát? Ja, az újjászületést azt a japakon miatt olvasod? Nem, ő
már azt hiszem most született utoljára újra, ő neki már kijár a mennybéli boldogság. Meg hogy időnként segítsen nekünk. A segítség jól is jön onnan föntről, a felhőkből. De itt van ám a pénz meg a munka, tudod, amit nagyon keresel. Na szóval. Jó, mama, tudsz adni valami olyat, ami koffeines és kicsit felébreszt? És buli után vagyok, és... Halihó! Na, szia Tamás! Sziasztok! Végre hazataláltál! Tudtál aludni? Hogy valami olyasmi. Kérhetek egy kávét. Na, épp most lett kész. Meg ezt a barackot. És ez reggeli lesz, vagy ebéd? Amiket ígértél a japának, abból már van egy-kettő, amit már valósítasz. De hogyha még a többi rész is sikerül, nagyon büszke lenne rád. Tudom, ígéretet tettem neki, mikor nagyon beteg volt már. És azt be kell tartani. Fog az sikerülni, amikor nagyon nem megy, akkor fohászkodj hozzá, hogy segítsél, apa. Rajta vagyok. Rajta, nagyon helyes. Leslie! Az! Nem tudom elszakadni a növényektől. Marihuana helyett petúnia. Hát tudod, szeretem a virágokat, főleg azokat, amikor valami érzés is váltanak ki belőlem. Barátnőmnek akarok egy rózsát venni holnapfordulóra, hogy meglepjem, szóval. Barátod Zátori, nem mondok hülyeségeket. Itt vannak a kicsikék. Rózsát a rózsadombinak. Az jó lesz, köszönöm. Ezért 200. Mi? Hát az egy kicsit sok egy szár rózsáért. Micsoda? De miért meg a barátod 1200 forintot? Ő minden pénzt megér. Ne kiveszed a rózsát, tehát mégis róla van szó. Igazad van. Jó üzletember vagy, Leslie. Hát tudod, van már benne gyakorlatom, de nagyon fura itt legálisan pénzt keresni. Hát majd megszokod, vagy nem. A növény legyen vele, Leslie. Sex, drogok, rock'n'roll! Baszasz! Olyan szépek vagytok. De kár, hogy nem lehet elszívni. My one solution is my queen, cause she stays strong, yeah, yeah. She is always in my corner right there when I want her. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause Jaj, Farkas, ne egyél meg! Ha téged nem, akkor mi tehetnék? Hát a nagymamámnak viszek a kosárkám egy kis almát, egy kis kalácsot, egy üveg vörösbort. Wow! Megegyezhetnénk, vöröset a vörösér. De a nagymama úgyis antibiotikumot szed, úgyhogy tessék. Jó, jó lesz. Toma, azért hozd már vissza a bort. Amúgy képzeld, akkor nem is meséltem róla. Végül csak rászántam magam és szakítottam Kittinával. Ha most nem tudom, ez egy vidám történet vagy szomorú történet. Én inkább azt mondom, hogy a sors így hozta. Kutyaharapás szőrével. Aranyos volt ez a kislány. Helyes is volt, szép is volt. Csak győzzed kihasználni a lehetőséget, hogy most szabad vagy. Egyetemen annyi szexis csaj van, hogy én nekem nem adott meg ez a helyzet, mert amikor én ilyen idős voltam, mint te, akkor legszebb éveimet a magyar néphadsereg elraboltam. Két évig az angyalbőrbe szaladgálhattam, és nem a lányok után. Fel a fejjel, fiam. Ezt ki kell használni, ezt a lehetőséget. Bízom benne, hogy akkor ez így jó is lesz. We'll be right back.
policeman and soldier vista, pressure at the dreadlock, dreadlock. Miben segíthetek? Kicsit új vagyok a szakmában, és nem egészen tudom, hogy mi hol van. Vannak ezek a címek, meg el vannak írva. Kit keres? Katona Viktóriát, kedves uram. Jó lányom. Akkor maga Katona Péter? Önnek számlákat hoztam. És maga? Olyan ismerősteken nem találkoztunk már valahol. Én vagyok az új postás. És mi van a táskában? Leveleket szállítok meg, bégeket. Nem kell szórólapot? Nem, nem élek veled, de szerintem még találkozunk. Rohadt szállnak mindig. Neked is, szia apa. Nézd csak, neked is jött valami, az egyetem küldte. Hát ne aggódj, apa, ez biztos nem számla. Tisztelt Katona Viktória, örömmel értesítjük, hogy kiváló tanulmányi eredménye alapján felvételt nyert a Hangzhou Normal University féléves kínai nyelvi képzésére, melyet a két egyetem közösen finanszíroz. Tényleg ők állják? De apa, ezt nem érted, ez nagyon durva. Hát fél évre elmentek a világ másik felére, hát nem hittem volna, hogy engem választanak. Ezt vártam tőled. Tudod, mikor nekünk pénzünk ilyesmire? Te nem fogsz itt megragadni, ahol ember szembe se veszik a kitartást. Fél év az rohadt sok idő, meg Dani se akarom ennyi ideig itt hagyni. Ne aggódj már miatta! Végre kinyílik a világ előtted. Zátnyi gyerek meg, jó lesz hamburger Ámosnak. Jaj, apa, nem ismered őt, ő is nagyon igyekszik. Ez az. Ezt kapd el már Jónánát, hát. Dél! Nem hiszem, szerencsét volt, mint mindig. Az én szótáromban nincs olyan szó, hogy szerencse. Figyelj, hiába idéz a Obi-Wantól, kinézetre Csubakka vagy, szóval. Grr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 r
a gyűrűk ura maradtunk. De hát most az Indiana Jones a soros, nem? Mondjuk, ha Jones kell, megkaphatod. Az szép, de ennyivel nem tudsz megvesztegetni. Srácok, nektek nem az egyetemen kéne lenni? Ma csak egy béna előadás van, mire ráadásul nem is kötelező. Tamás, kim van a konyhában az órarend, hogy Danival közös orrátok van? Ja, hát ma nincsen jelenléti ív. Mi lesz itt belőletek? Jaj! Szép napot kívánok! Üdvözlöm a hamburgerezőnkben. Mit adhatok a szendvicsébe? Sonkás sajtosat esetleg? Illatosat? Vagy más? Sok sajtosat? Szósz csípős mehet bele? Ki ne hagyd a zöldet! Majd jövő héten bemegyünk. Mi az biztos. Legalább találkozhatok Alex-szel. Biztos jót tett neki a hűtőfürdő. Nekem úgy tűnt, élvezte. Az bezzeg nem zavart, hogy a szobámban egy kis kuszit is találtunk. Na ő nyugodtan rád mozdulhatott volna. Az át, hogy... Alex, nem mozdult rám! Nem is ismerem, azon kívül, hogy ő is a művészeti karra jár. Különben is a Facebook szerint barátnője is van. Már vagy egy éve? Mi meg csak fél éve, és meg csak egy közös képünk sincsen. Mint hogyha nagyon szeretnél csinálni egyszer. Na, ez jó is van, nézd? Uh-huh. Figyelj már! Nem az a kis köcsög? Hát én megölöm vagy. Ne, Alex, ne! Megölöm. Hagyjál békén! Alex, ez nagyon ciki! Mi a francot keresel már megint itt? Hát tudod, néha azért bejár. Aha, igen, érdekes, figyelj, leszarom. Bemész és beírsz. Jó, most az egyszer. Takarodj. Jó, most érdekel az anyag. Takarodj. Bemegyek, felírnak. Látom, te se egy előadáson ülsz az is. Nem. Képzeld, épp a B-tervemen dolgozom. Miért? Mi az A-terv? Az A-tervem az, hogy pszichológus leszek. Hát akkor végképp nem értem a B-tervet. A B-tervem az, hogy életművész leszek, csak fogalmam sincs, hogy azt hogy csinálják. De aztán valahogy így kell elkezdeni. És mire föl az almák? Hát tudod, Ádám és Éva is így kezdte, meg Paris Királyfi, meg Newton, meg Steve Jobs. Úgyhogy gondoltam, hogy nem tévedhetek ezzel akkorát. Na, az jó kezdet.
Nézd már, egy a levegőben maradt. Akkor Newtonnak mégsem volt igaza. Ja, amúgy sajnálom, hogy eljöttél a Michelinból. Hát nem jött be a művészak, de azért nem jöttem el üres kézzel. Honnan a francból szerzed ezeket? A stúdió termetekből. Őrületes, sose zárják be. No, de megyek, sietek, Andi. Rendben, várjál a névjegyem. Névjegy mire föl? Tudod, pszichológus leszek. Ah, most, hogy mondod, lehet, hogy szükség lesz rá. Csá-csá. Oké. Okay. Emlékszem, itt volt az első csók. Jó, igen, tudom, de mit akartál mondani? Hát tudod, régebben szó volt erről a kínai ösztöndi lehetőségről. Na, igen. És hát ez így most konkretizálódott. Most akkor ez 100%, hogy te is, és mennyi időre vagy, hogy? 6 hónap. Emlékszel, hogy ezt adtad nekem, amikor összejöttünk, az időnyerőt? Persze, tudom. Azt hiszem, hogy most lesz rá a legnagyobb szükség. Ha Harry Potteréknek segített a sztoriban, akkor neked is fog, és elrepül az idő, nem? Jó, de most amiatt aggódom, hogy ez neked így baj, vagy nem. Nem, dehogy is, ne viccel, most miattam ne, ez hatalmas lehetőség. Gyakorlatilag ezen a szakon tanultál, most ennél nagyobb álmod nem is lehet. De biztos. Biztos. Figyelj, ne hagyd ki, ez nekem nem probléma. Kibírom. Nos, Dániel, mik a panaszai? Jaj, az is muszáj ennyire megadni a módján, csak dumálni akartam. Dániel, mondtam, ez fontos. Én a Pázmányon hallgatom pszichológiát, szóval nekem kell, hogy gyakoroljak. Tehát most téged is meghallgatlak. Mi nyomja a lelkedet? Fél éve elutazik Kínába nyelvtanulásokkal, és... Tehát ez nagyszerű, elmegy Kínába, találkozik Jackie Chan-nel, megnézi a nagy falat. Ez tényleg nagy falat lesz neki. Az biztos, csak most a párkapcsolatból távkapcsolat lesz, és nem tudom, hogy ez így hogyan állja, vagy mit csinálja. Ott lesz nektek a Skype. Ez az a technológia, amire vissza a jövőbe 2 óta várunk, és így beszélhettek egymással minden nap. Jó, de hát az nem ugyanaz. Mondd ezt azoknak a fiataloknak, akik úgy jönnek össze, hogy sose látták egymást élőben. Elég kirakni az internetre egy csücsölítős vagy egy feszítős képet, és várni a kommentekre. Az internet a végsőkig lealacsonyította az ismerkedést. De mivel a ti kapcsolatotok a valós életből fakad, emiatt nem kell aggódnatok. Hát kösz, azon leszünk, hogy túléljük. Rendben, Dániel, jó volt látni téged. A számlát majd kiküldöm a címedre. Miért? Azt hittem, hogy rendesen találkozunk. Hát rendesen találkoztunk. Na jó, rendben, barátoknak még így az elején ingyen van. De egyébként teljesen komolyan csinálom, szóval itt időpontok is vannak. Na, megjöttem, Andris. A szép nap, szevasz. Szervusz, Dániel. Júlia, mi a panasza? Szia, mama. Eljöttem, de papához. Ja, papához hogy ne jönnék? Hát a kéz meg a szülőnapja van. Bizony. Isten értesselje a papa. Éljen, éljen. Az első szerelem, hát az csodás volt. De az már nagyon régen volt. Hát Danikám, az a rossz hír, hogy repül az idő. De hát az a szerencse, hogy te vagy a pilóta. Jó. Na. Nézd, szivárvány küldött a japapa. Jeleket küldött, mindig szokott jelezni. Fönt van az egekben, de jobb lenne, hogyha rendesen is lehetne beszélgetni. Hát igen. Sokszor macskának, a kutyának mesélem el, amiket mondok. Ma a cicát a szomszédból egész jó át tudtuk csalogatni. Hát a lényeg, hogy ne legyél egyedül. Hát igen, igen, igen. De attól függetlenül ő azért figyel föntről minket. Vikire büszkébb lehetne. Holnap lesz a diplomaosztója, aztán utazik fél évre Kínába. Na de hát mégse a Viki az unokája, már bocsáss meg. Tudom, de azért nagy dolog. Nagy. Kitüntetéses eredménnyel végzett keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szakon Katona Viktória. We'll be right back.
Képzeld el, Andris, tegnap írtam Rolandnak, tudod, a tinderes rácnak. Tegnap este óta látta, és nem reagált nekem. Pedig annak a lillecskának a képét rögtön belájkolt a Facebookon. Úgy látszik, szakmát félesztettem. Andris, letiltanak! Nyugi, csak a kertben vagyunk. Ez az, még nem megyünk el Kínába. Ha nem helyette. Meglepetés! Na? Jó, én hiszem, ezt kellett volna. Gratulálok neked! Köszönöm szépen! Jó utat! Jó, mama, köszi szépen! Köszönjük! Na és milyen érzés, hogy néhány hét múlva mindenki ferdeszemmel fog rád nézni? Jaj, szép, szép! Köszönjük! Andrés! Köszönöm! Tipikus poénja, mi? De hogy Lin Yutang kínai író is megmondta, a jó utazó nem tudja, hogy hová megy, a tökéletes utazó meg nem tudja, hogy honnan jött. Mi ez a sapka? Ja, túl vagyok az első néhány vizsgában, ezért megpróbálom a sikeres tanuló látszatát kelteni. De ez így jobban belegondolva a diplomást illeti. Ó, köszönöm, Andris. Bezzeg, ilyet nekem nem adtak a suliban. Te ötleted volt. Ja, igen. Ja, szia! Ha te nem jöttem? Ja, Isten őrizze! Jó, azt adjad is. Figyeljetek! Mármint ezt tőled akartam inkább, ez nem baj, hogy hívtam ide idegenek, és menjünk ilyen afterpartynak tőled is, meg nálunk szokás ilyen bulikat tartani. És... Ja, nem, passzajnom. Mármint, hogy Tomának nem ártana egy kis becsajózás. Nem tudom, hova húzza a dolgot, de itt jönnek is. És... Na, Mika. Köszi, gondoltál rá. Ismerlek. Gondoltam arra is, hogy elutazás után bármikor hoppanálhatsz, haza teleportálhatsz. Ne, hát ezek után már tőle nem akarok elutazni. Na jó, mi kell. Ez a klikkeserés? Jó, semmi, most semmi. Már igazán szocializálódhatnánk, úgyhogy nyomás. Te meg nyomjál szerenába. Gyere, gyere. Próbáljuk már ki. A la homóra. Ha, király. Hogy az élet szép, boldogok vagyunk, szállj velünk az éppen fel. Hallod, ezek füves cigit is hoztak. Na, Leslie örülni fog. Nem. Bekatta, ha meglátja, leszokóba van. Hát mióta? Az úr a rakétámat meggyújtja? Te Péter, áruld már el, hogy miért van az, hogy az ötödik körünket tesszük ebbe az utcába. Elvileg már az egész kerületet kiadták parancsba. Mehetnénk a kocsival is, nem? Eldiplomázott a lányom, és egy át is ment a csicska barátjához. Valahol errefelé lakik. Hogy valami elvettem, hogy bulit csapnak. Nagyon ráparázol azok a jó kis bulik. Ez egy ilyen elvetemű társaság, adjad már. Nem is értem, mi a felét keres köztük Vikin. Te azért vagy kiakadva, mert a lányod nem veled tölti az utolsó napokat elutazás előtt. Féltékeny a papa, nem? Ugyan már, csak a dolgomat végzem. Ha nagykapást szeretnél, akkor itt pardunk a közelben. Ilyen nagykapást? Mi nem támadunk, szolgálunk és védünk. Petrificus total.
jutott és szememben. Nézd meg! Kibasztak a fél évről! Csak nem sikerült felírnod arra a kurva katalógusra. Jó, és mi a helyzet a többi hiányzással? Majd beszéljünk a szakvezetővel. Szakadjál már le rólam, csak azért itt, hogy rád mászasson megint ez a részek gyökér. Micsoda? Fasságokat beszél, ne aggódj, ha ismernéd tudnád. Tényleg jó buli volt. Tényleg nem volt semmi, bocsánatot kérek érte, mindjárt lelép. Most meg szégyelsz is, te rohadt liba. Csodálkozol, Alex? Elegem van, befejeztem veled, nem vagyok az anyád, és a folyton másokat kell hibáztatnod. Ne haragudj, te vagy a hülye. Takarodj innen. Azzal hemperegsz, akivel akarsz. Velem aztán már nem fogsz. Te tényleg semmiért nem vállod a felelősséget. De nem erről van szó. A kapcsolatotok olyan, mint egy időzített bomba, pihenjük meg egy kicsit. Mi van? Miért? Mi van? Azért, mert jelenleg olyan vagy, akár egy dühöngő bika. Tarikám, már rendőrség is itt van. Micsoda? De miért? De nem csináltam semmit. Na látod, ez a probléma, nem csak körülötted fog a világ. Ha megbocsátatok, egy perc múlva folytatjuk. Szervezze, nincsen itt semmi gond. Szervezze, nem, tényleg semmi. Rendőrség! Csak nincs itt gond. Apa, te mit keresel itt? Péter, add már vissza az igazolványt. Jó estét, rendőrség! Személyiket és lakcímkártyákat kérünk. Pontosan erre számítottam. Gratulálok ez a díszes társasághoz. Dül a kábítószer illat. Ha szerez a helyes kutya diplom osztod után, a dobhatod a kukába azt a szart. De neked normális végzettséged sincs, basszus. Biztos ezért lettél közterület felügyelő. Legalább úgy érezheted, hogy így van egy minimális hatalmad. Anyát is ezzel üldözted el. Na fogd basszát, mit képzelsz magadról? Na indulás haza! Pár nap is elhúzok Kínába, vagy oda is utánam akarsz jönni? Fiatalember, álljon csak meg! Na hova te szipus állat? Tudtam, hogy ismerős vagy. Add csak ide a személyedet! Köszönöm. Kertész László. Azt mondja, hogy 2014-ben indult ellene eljárás. Visszaén is kábítószer. Ezért mondjuk még nem ennének ember. Kábítószer, csempészés. Az szép. De vár csak, ejtették ellene a vádat. Gondolom tanúskodott a srác. Helyre vigyázz! Na, meg vagyunk, mehet a buli. Szerinted neked csinálta ezt az egészet, így nem mehetsz el, tényleg? Elhiszem, hát amúgy srácok, bocsánatot kérek az apám miatt, ne haragudjatok. Na, tudod, hogy nincs semmi. Én itt leszek mindig. Na, ennyi volt. Teher alatt nő apáma. Nos, Dániel, az a véleményem, hogyha a szilet hölgye amúgy is elutazott a sárkányok és a hamis Huawei telefonok világába, használ ki ezt az időt, ami most így megadatik neked. Na ez az, ha Vikinek ez a kínai vakáció, hogy tényleg egy ilyen világra szóló kaland, akkor ha visszatér ide, én még érdekes leszek neki. Most egy kicsit önzőnek gondolnálak, Dániel, ne próbáld meg magadhoz láncolni.
És akkor most mit csináljak? Amíg Miki távol van, addig mutassa meg a faterjának, hogy kemény fából faragta. Fából? Milyen fából? Nagy te Pinocchio? Bár ő a végén igazi kisfiú lett. Te pedig igazi élet felnőtt leszel. És vedd úgy, hogy én vagyok Tücsök Tihamér, a lelki ismeretet. Szóval amikor Miki visszatér Kínából, egy összeszedett, értelmes fiatalembert fog látni ambíciókkal. Szóval tegyél le valamit az asztalra a sörös korson kívül, és bizonyítsál Mikinek, az apjának, de leginkább önmagadnak. Kösz, ha már neked motivációs szövegeket kellene írnod. Az üzenet átjött. Ó igen, és még valami. Azt akarom, hogy amikor a pácienseik bejönnek az ajtón, egyből hangulatba kerüljenek. Szóval figyeld ezt a koreográfiát! Az nem semmi. Ilyen sokszínű pszichológus még nem pipáltam. Te leszel az első humorista pszichológus, jó kombó. Te pedig egy olyan srác, aki miatt megéri visszatérni a Távol-Keletről. Kösz. Hova, hova tudom én fel? Értve Kittinához. Összejöttetek újra? Valami olyasmi. Csak ő még nem tud róla. Jézusom. Van olyan vonat, ami fölvesz, van amelyik nem, majd meglátod, hogy ezen végig utazol, vagy nem utazol végig, remélhetőleg célhoz érsz. Jó utat kívánok neked, és igen, köszönjük. Időben szálljál le. Szervusz. Szóval Kazasztánból hozták, és hát nem régen, tehát másfél éves még csak, úgyhogy a édesanyjától most választották le, nemrég kiherélték, stb. Úgyhogy most került igazából még csak hozzánk, és még nagyon új, ismerkedik itt a környékkel. Mindjárt jövök. De hogy itt? Szia! Gondoltam, meglátogatlak. Jó, de mi újság? Veled mi újság? Zenélgetsz még talán? Na, mostanában nem igazán. Hát, jó, ezt még azért odaadom. Nem akarom hazáig cipelni. Szia, majd egyszer! Ez meg kicsoda volt. Régi jó barát. Na, csak hogy ide értél. Na, hogy sikerült? Nem sikerült. Mi? Miért? Nem is örült neked? Amit ma nem becsülsz meg, az holnapra már mind az ördögé lesz. Na, hát akkor mindketten hoppon maradtunk, mi? Bocs, Dani, hogy megint ezt kérdezem. Nálam már alig maradt valamennyi apró, nálad esetleg még esik. Csúra csöppen. Apró az éppenséggel nincsen, gondolhatod, de van egy PayPass kártyám, én még soha nem használtam, hogyha tudod, hogy kell, akkor... Csak hozzáérinted valamihez is. Ez egy olyan este, hogy felavathatnánk. Részegen még hiszek a csodákban. Na, lássuk!
Hull az elsárgult levél, mondd a holnap, mit ígér. Hoppá! Egy pohárra még, barátságra, hogy legyen, hogy inni tudjak még. Mindjárt jött a mokadságát. Jó, könnyítsél magadon. Annyira jó volt a cusz, bazd meg. Még ilyet nem láttam. Aki kitalálta, az... Hülye fasz, Rispek. Neked mindig jó, bazd meg. Nekem meg semmi nem maradt már megint. Faszom, ki van veled. Mennyit szívtam el a kés lukkot, köcsön? Hát ez így lehet elviselni az életét. Mi? Nézd meg a csicska részeket. Ja, halljad már, kis hülyestrébe. Hülye van nálam, hogy 5000 forint biztos, gyere meg. Így roppantom szét azt a kis köcsögöt. Elhiszed nekem? Dik, mi van veled, öcsém? Ja, szevasz! Lazítgatunk az éjszakába, hát, meg piálgatunk ennyi idősen? Szerintem. Minek van vége? Hát az első. Micsoda, még csak... Jó, ne szórakozzál, adj a pénzzel, te nem faszíjat! Te nézd, bassz meg a kurva anyát! Ne nézd! Mi a kurva anyátok? Gyere, bassz meg, gyere már! Gyere, bassz meg! Gyere! Meg vagy, barátok! Na most legyetek itt, basszátok meg! Nem volt elég ideig belőlük? Nyugi inkább, nem? Neked mi volt elég nem, belőlük? Nem vagyok. Nem, nincs meg minden, jó? Nincs csak meg, nézz, nincs adjad, meg. Adjad már! Csak nézzünk be valahova, gyere! Jó. De ne rángassál! Ne rángassál! Hallod a faszodat rángassál! Miért tele van 200-asokkal? Hát és az nem tudom, de figyelj, bazd meg! Ennyi nem lesz elég, de ez még főre se jó! Az nem pénz! Ezzel mit csináljunk, bazd meg? Ez nem pénz! Főnök, ki fog minket írni? Nem fog írni! Két suskat! Álljanak meg! Kurva, hát csak mi a gazd! Aggódjál már, légy vagy mi a faszom? Igazolják magukat rögtön. Mi csinálja? Igazolják magukat. Papírokat kérni. Hát nyugodjál. Full tiszta a gyerek, csak most. De akkor... Epilepsziás rohamba van. Jó vagy? Mit kérti? Okleveled? Mit? Ugyatod? Jaj! Mi? Mi a fene ez? Hát nekem anyám nem gyújts az ebbenbe, nem vagy te. Orvos írta fel. Orvos írta fel neki. Citrolfű levél. Jó, rendben, most már valami személyutasítókban kérlek szépen. Most rögtön kérlek. Nézd meg, itt van benne. De miért gyorshajtásért? De most meddig nézed még azt a szart? De nem gyere, senki nem fog hős játszani. És ide hangjál már! Hé, basszom! A pénzok van! Frodo és Sam, csak nem hazatértetek Mordorból. Leslie, Toma, mit is szól? Hát tudjátok, hogy van ez. Nem tártok semmit a zsebembe, csak van vérembe. Csak a májad. Á, az vasból van. Mi történt? Két barom arcát kapta és elvitték a tárcáját, még távol voltam. Szemétlálás. Hogy néztek ki? Ketten voltak, az egyik ilyen fehér pulóveres, ilyen rágcsáló fejű, a másik ilyen vényakú cuccba, tehetett volt kicsit. Bassza meg, hát tudom, hogy kik voltak, azok ott mentek ki innen, ilyen drogdealer formák, a kurva anyukat. Hát ha ezt tudtam volna, ne haragudj, azok srácok. Nem, az a lényeg, hogy régen, amikor a főnök ott volt mindig, akkor lehetett rám számítani. De most, amikor meg vissza vagyok, akkor mi van? Jönnek, ezt be akarnak csicsikítani, nem fognak? Ezek tényleg vadállatok. Én mit gondolsz? Én miért szálltam? Pont ezek miatt, a seggfejek miatt, mert hogyha nem a törvény, akkor a saját embereit tesznek a sírodba. Viszont, hogyha én itt vagyok és dolgozok rendesen, mint bárki más, de el akarok szívni egy fűrszikot, akkor ki mondja meg, hogy nem lehet? De te máshogy, mint ezek. És hogy mit vittek el? Mit loptak el? Ja, hát a tárcámat, de benne volt a bankkártyám is, ilyen mérítős. És jól letiltottál? Lehet ilyet? Hogyne, persze, amelyik banknál vagy, fogod, felhívod és letiltottad. De jelzem neki. Csinálj gyorsan. Jó ötlet különben. Nem is jutott eszembe. Igen. Jó, tényleg? Jó, persze, igen. Holnap reggel. Természetesen. Jó. Ne, köszönöm szépen, viszont hallásra. Halljátok, valaki leadta a kártyát. Biztos az őrhagyalat volt Danikám. Na és hagytatok rajta elég pénzt?
Az jó kérdés, mert mondjuk, hogyha hamarabb vették volna el, akkor biztos több maradt volna rajta. Azt hittétek, hogy ingyen van a világ? Nem, nem, srác. Na viszont azokat a tetveket el kéne csípni, nem? Legyél kettős ügynökként, valami kopó. Te majd elvezeted a törvényt az alvilágba, ez a te asztal. Na uraim, egyszer fel kell nőnünk. Aztán milyen a felelősség? Tudnak-e élni vele? Egy bohárami? Kösz aranyos vagy, de nem, majd, hogyha lesz, mire kocintanunk. Jó ét, biztos úr. Jó pihenést, hajrá! Válasz az életet! Álmokból pedig nem lehet kővárat építeni, menet közben pedig nehogy zátonyra fussatok. Doki, már megint itt vagyunk az Isten háta mögött, mint ahogy szoktuk. Hát csak találni kéne, valamitével beindítjuk Mr. Fusion-t. Hát a szerelmi bánattal biztos nem fog menni Doki, és ez sem megy arra. Nem érted, Márti? Klára nélkül nincs jövő, ahova visszamehet. Jövő? Jövő? Maga szerint ez repül? És ez önbefűzős? Még a zsebem sincs kifordítva, összekutyultuk. Ne ragadjon meg! Csapni való tudós vagyok. Egy fenét! Maga után nem is ezt, hogy nem hisz a szerelemben. Én nem hiszem meg! Háború! Nincsen háború, miről beszél? Jó akarat. Te is közünk való vagy? Kösz, fiam. A szemre álltam, hát talán. Vigyen el innen gyorsan. Megvan! Egy bányában láttam. Igen, Márti, nincs itt maradásunk. Bolondok ház elzomult, tűnjük el innen. Doki, ébresztő? Hát már hajnali dél van. Ha? Ezt látom, még a nap is rossz helyen áll. Mi ez a fenemód vidámság? Voltam a rendőrségen, ezt el kell zárni tőlünk örökre, és Viki is adott életjelet magáról. Vidd el Mordorba, és vágd be a lángolókatlanba azt a szart. Figyelj, inkább az emlékeidet szerintem. El kell jönnöd, hogy nélkül és önmagad vagy. Tudom, hogy mire van szükséged. Jó, most én. Üdvözlöm, Kővári úr, már vártam. Itt én. Helyezze magát kényelembe. Mondja, vannak problémái az alkohollal? Nem, más téma. Jaj, igen. Ja, úgy hallottam, hogy a szívügyekkel van valami. Hát, ja, most szakítottam nemrég a barátnőmmel, több évig együtt voltunk, aztán. Csak úgy gondoltam, hogy a jelen élvezéséhez el kell engednem a múltat, de minden, amit eddig felépítettem, az elveszett, és hát... A jövőben sem igazán hiszem meg. De te önszántadból szállt el ki ebből a kapcsolatból, és ez nem lett véletlen. Egyébként tudod, pszichológia, de még nem nagyon vagyok teljesen felkészülve anyagokkal, szóval ezt itt találtam a házban. Lássuk, mire van szükséged. Nem, látom, erre nincsen szükséged, el vagy látva jól. Na, gyertek egyébként mögém, felolvasok az új isteni színjátékból. Itt is van, szakítás. Bizonyára bűntudatod lesz majd, hogy fájdalmat okoztál neki, és időbe telik majd, még túl teszed magad rajta. Hát addig oké, csak nehéz, hogy kiverni őt a fejemből, hogy mindenről jut eszembe. Ugrókötelezz egy kicsit. Mi? Csak ugrókötelezz egy kicsit. Bár, mielőtt elkezded, mire gondolsz most? Mire eddig beszéltünk? Amúgy Kittinának így. Jól van, menjél, és ugrókötelezzél. Jó lesz. És mire gondolsz most? Mire, hogy átugorja, amikor alattam van. Pontosan! Hát, emiatt nem fogok egész nap ugróközelezni. Nem is kell, de hidd el, hogy ezzel a szerelmi bánattal rengeteg kapu nyílt meg előtted, amiket korábban észre se vettél volna. Valamit elengedni annyit jelent, mint megváltozott körülmények közt folytatni a világ felfedezését. Hát köszönöm szépen! Jó szelet, Kővári kapitány! A meghallgatásra jöttél? Ja, de nem hiszem, milyen meghallgatásra. Akkor headbangelj egyet. Hát rajtam nem újjon. Pontosan erre van szükség. Balra a második ajtó. Kösz, ismerem a járást. Nézzelek oda, a király visszatért. Ó, de sajnálom, hogy nem voltál előbb itt. Nem akármi. Ott volt pedig a féllábú Bill is. Bizony, meg a rosszarzú Johnny. Józsivá,
Mekkora lett a szemöldököd? Neked meg a Sharon Tower, szevasz! Aztán, de sokan lettetek. Mindenki jön megy Tamáskám, mint a csajok. Amúgy Kittina még leszakadt járni néha. Az melyik a sok közül? Hát tudod, az a végzet asszony a csaj. Ja, piroska! Jó pengetett, de megszakadt vele a húr. Nekem mondod? Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Na jó, maradj már fégyfirit, a csajokkal lehet szakítani, önmagunkkal meg nem. Nem vetve, viszont látjuk itt a bozontos fejét, igaz? Nagyon sok az újonc, itt egy gitár, hogy a gondot beálltott, kisasszony is most jött dobolni. Így igaz, egy kis kézi munka senkinek nem árt. Lehet nyugodtan gyakorolni, ifjú titánokra mindig szükség van. Nosza. Kösz. Szia, hova vagyok? Szia, én meg Eszter. Nagyon örülök. Ez milyen nyakad van? A kis énekes madárkám. És a többi. Szia, életem! Szia! Milyen volt a mai nap? Hát egész jó, délelőtt suliba voltam, legyen nyelvtanóránk volt, utána elmentünk a többiekkel ebédelni a menzára. Most egész jó kaják voltak amúgy. Ez mikor lesz, hogy ugye a szállásról is elmentek kirándulgatni? Jövő hétvégén. És hova? Shanghaiba megyünk 3 napra. Ott játszódik az Indiana Jones 2 eleje. Na, tök jó. Én ikonikus helyekre is eljutok. Ez olyan, mint egy torna gyakorlat. Jó, tisztára már izomlázom lesz ettől. Meg az ajkamnak is. Átmászok a képernyőn szerintem. Bármit, ha tudnék. Ah, jó is lenne. Zátonyi. Ugye nem akarod, hogy az megtörténjen, mint múltkor az éjszakán? Az alvilág nagyon veszélyes hely. Fel kell készülnöd mindenre. Szerinted én úgy mentem oda, hogy azt sem tudtam, hogy mi van? Nem. A testednek és a szellemednek teljes tudatában kell lenned. Ichi manjikamai. Már kezdem érteni. Watashi wa gozaimasu. Desu kore hon desu Suzuki wa tsukada. Watashi wa Leslie sensei desu. Mester. Kono ichi. Itadakimasu. Rock. Aishite iru. Honda da! Panza! Igen! Na, Daniel-san. Most embert faragunk belőled. Hogy mesélj, milyen volt, lányok ki az esetség? Rukkolunk. Amúgy azt hallottam, hogy egy pszichológus nem befolyásolhatja direktbe a pácienseit. De a barátait igen. Szóval értitek, jönni kell, a tehetséget várjuk, bengessetek ezerrel, toljátok. Van, megvan. Megvan? Igen. Oké. Nézzük, mennyivel egyeztünk meg? Ezt nem szükséges, hát annyira jót húztam. Ekkora szerencsém még soha nem volt. Kihúztam azt az egyet, amit a legjobban tudtam. Hát azért több minden változik a fél év alatt, mint azt gondolnád. Danikám, akármilyen magas a vonalodban meg tudod szerezni. Igen, jó lenne, hogyha pár felvételt tudnál csinálni a gyerekről, mert nekünk nincs kameránk is. Ja, megörökítem, jó. Sanyi, ebben a nagy melegben gondoltam rád első fizetésből, úgyhogy
Nagyon szépen köszönöm, hogy jó egészséget, volt buzát, békességet, szeretjük az embert. Örök tanulság. Én egy fegyver vagyok. Te egy fegyver leszel. Most itt fogunk baszki, még hiszen. A harisnyámat is kiégetem, ez tényleg ijedetlen. És mi azért menjek, hogy leígyam magam? Mi értem? Már nem ittad már le magam? Nem, még nem. Menjünk már, tök jó csaj vagy, majd ezért barhára. Egy metes csávó bántak le, egyszer beszéltem? Ez szóra közben. Ilyen barátnő vagy te, szép. Ne hagyjuk már. Én megyek. Menjünk már. Ugye, én elmegyek. Köszönjük. Két éve nem is találkoztunk. De mi újság azóta? Na! Alattam jártál, arra emlékszem. Szerintem is egyedül vagy itt? Nem mindenki egyedül jut, és csak te vagy itt nekem, és én ennek a borzasztó vagyok. Jelen pillanatban maximum, de ha egyedül vagy, akkor... Kritikus percekben. Vegyünk még valamit. Én nem, sokba kerül ez a sokszor. Van nálam, van bankkártyám, nemrég csináltatok anyuékkal, én meghívlak téged, és állom az egészet ezzel, jó? Ne, kártya az, az semmit. De ez is miért? De hol laksz? Hoz a kísérjel? Hol laksz? Nem. De jó, de... Nem tudom. Jaj, akkor kezdek hova... rosszul lenni egy kicsit. De akkor hova menjünk? Hogy hogy menjünk? Nem tudom, hogy hol laktam. Hát akkor megkeressük, ameddig bírjuk. Egy kicsit messzebb lakom ennél azért. Na mindegy, meg se lepődök már ezen. Figyelj, tegyék ki a házba előtt. Átmehet értelmezni, nem rossz. Egy vagyok. Így. Egy vagyok. Tényleg, ez így egy kicsit kitart, Boba Fett majd vigyáz rád. És amúgy ne nyúj, semmi. De ez a legjobb, hogyha ember. Ha picit úgy. Jaj, de inkább. Itt van a bácsi. Jaj, és ez te vagy meg a Viki. Jaj, de szépek vagytok. Nekem is lehetne most így valakim, ha éppen szeretne. Nem semmi. Nem, üres, hál' Istennek. Hát felrűnt. Na, csöngetek, maradj itt és nyugton. Meg mit keresel itt? Rád vártam, csak néhány kérdést akarok feltenni a rablás kapcsán. De semmi őszintén nem számítok tőled. Milyen rablás? Milyen rablás, te szerencsét van, mi fél éve történt. Jutólag nem szívesen adtam le a kártyát, de a törvény az törvény. Te adtad le, hogy került hozzád? Az a két gyökér valami külföldi terjesztőnek dolgozik, én még egy nyomozóval vizsgálom ezt az ügyet. Én csak azért keveredtem bele, mert megtaláltam a tárcád annó. Az amúgy nem ismerem őket, semmi közöm hozzá. Persze, majd a kis csajhoz lesz közöd éjszaka. Fenéket, alig állt szegény a lábán, muszáj volt. Nem csak te Skype-olsz Vikivel, legalább őszinte leszek hozzá. Ha mondasz neki valamit, figyelj, legalább hallgass meg, hogy mi történt. A sok szarság miatt már felkeltetted az érdeklődést oda bent. Mindjárt felvesz a kolléga, te is beférsz az autóba. Mindenfáradtam, hallod? Nem csodálom, baromi jó voltál. Meg nem mondd el át, hogy kezdőd a bos vagy. De azért még van hova fejlődnem, és az angorázás még mindig jobban megy szerintem. Hát én is majdnem mindenik harmadik húrtán rontottam, de... Francokat tök jó voltál. Kösz szépen, egy pillanatot kérek. Halló, mi akadta? Te rakadta? Csáver, itt alszik nálam egy csaj. Jaj, mindig csak a szórakozás. Katona Péter meglátta, el fogja mondani Vikinek, ezt az utolsó pár napot sem bírja ki, és tudom, hogy holnap hol fog járni, és meg kell állítanom. Ne beleli az örömét, légy szíves, gyere el. Hát nem tudom, fél, hogyha egy pár óra alatt meg tudjuk oldani, akkor esetleg még ki tudok szaladni, de... Találkozunk holnap délelőtt, és meg lesz nagyon függén.
Oké, jó, akkor nem soká. Na, hello, addig is. Cimborám hívott, hogy hosszú majd elmesél. Ó, Tabáskám, hát itt vagy? Ide figyelj, kurva jó volt. Csak itt pengessetek, csak itt oljátok. Este számítunk rá, mert leszúrva. Jó, már megígértem neki, úgyhogy a világért sem. Sietek, sietek. Köszi mindent, sziasztok. Meg mehetünk be, de meg mehet a dobokat, tessék. Mehetjön. Jó. Na jó, és akkor most ehhez miért is kellek annyira? Úton magasabb vagy, meg több szem többet lát. Na, nagyon jó lett különben az új moszkvatér, kifejezetten tetszik. Most vagyok itt először, mióta átépítették. Örülök, hogy jól szórakozol, de meg kell találni. Erre fele szokott ilyenkor járőrözni. Mi van, miért lesz meg? Várjál, nézd már, ez nem a Surányi bácsi? De tényleg, mi lett szegénnyel végül? Mi ez a kuplerák kipfodó vásár? Tiszteletem. Nem talált jobbet az élősködésre? Felügyelő úr. Az a helyzet, hogy jelenleg nincs fix bázisom, de reményeim szerint ez csak egy átmeneti állapot. Aha, szóval a nomád életmódot folytat. Hát, igen, de én inkább úgy fogalmaznék, hogy jelenleg én vagyok a magyar vándor, de természetesen végleg nem itt szeretnék letelepedni. Jó, hát ebből lesz egy köztisztasági helyszíni bírság, szemét a rakása miatt 5000-50000 forintig terjedő összeggel, de fél éven belül újabb szabálysértés elkövetése esetén 70000 forinttal is sújthatom. Aha, értem. De véleményem szerint a holmi és a hulladék az nem azonos fogalma. Egyre megy ez, papa, ismerem én a fajtáját. Remélem elégedett magával. Sikerült egy jó napot szereznem magának. Miről beszél? Mutasd az igazolványait, persze, ha vannak. Egy rettegésket másokban, maga is örök félelemben él. Parancsoljon, felügyelő úr. Egyetemi előadó? Hát, a látszat néha csal. Újságíró igazolvány? Aha. Hát miért nem ezzel kezdte? Nem kérdezte. Egyébként attól függ, hogy kidobja a kajámat, hogy milyen a beosztásom? Nézd, én nagyon sokszor fordulok, ha bármire szüksége van, nyugodtan forduljon hozzám. Köszönöm. Nekem ez az egy találkozás, ez bőven elég volt. A viszontlátásra. A viszontlátásra. Hát ez egy borzasztó szemét figura. Ha. Mi tehetünk valamit önért, tanár úr? Adjatok magamra. Jó, gyere. Na jó, van, menjél fel, intézd a dolgod, én addig is megvárlak. Na jó, már innen meg egyedül, köszi. Hajrá. Bármit is akarsz mondani a Vikinek, legalább azt várd meg, hogy hazajöjjön. Honnan tudtam róla, ez egy tanár? Micsoda? Zártunk, hogy szól valamit? Nem, közben ugye nem mondtál semmit még Vikinek. Milyen cikket fogod valami írni? Ne, amúgy én nem olvasok újságot, de amúgy nem úgy nézett ki, mint aki nagyon foglalkozik Viki, vele. Viki, mindenkit ismer. Lehet, hogy tanított, a tanára volt. Így szarba se vesz. Mi? Neked akar a legjobban megfelelni, csak az nem nagyon nekem. Csomószor mondta nekem, hogy így kiskorától kezdve bármit csinál, sose elég, tényleg. Ez szép, én sose akartam az apámnak megfelelni, egy részeges állat volt, alig vártam, hogy elhúzok otthonról, például katonásabb bevonuljak, alig vártam. Miért, haverok nem voltak? De voltak haverok, de mindegyikből lett valami. Amúgy tényleg nem volt semmi,
csaj full része volt, azt se tudta, hogy hol lakik. Aztán haza kísértem. Figyelj, régen olyan is volt, hogy a Viki engem kísért haza. És hol volt a kővári? Ő meg a Vikit kísérte haza utána. Az szép. És engem kivinne majd haza. Te haza találtál egyedül is. Special Police! Kezeket a tarkóra és pakolják ki a zsebeiket! Azt hogy? Hát egyik kezed a tarkód, a másikra megpakolod. Lacikám, nem megmondtam, hogy csöngessél? Béreljük ezt a kulcerájt, ember! Leslie, ez komoly! Kender Jancsiból János, ügyész, tudod, hogy van ez, Danikám? Amúgy meg bírom az aposodat, jó az, csak semmit nem segített a keresésben. Amiben? Találtak valamit? Na, megtudtam, hogy hol terjesztik a menő cuccokat. Persze, amikor velem lógtak, akkor még kispályások voltak. Régebben acélgyár volt. De most már inkább drogdílerek és farfirkászok gyűjtőhelye. Nincs egy tollatok? Felrajzolnám a térképet. Szerúzom. Itt van a bekötőút. Itt pedig ebben a házban van a sepphelyes arcú. Ő Hollandiából hozza a füvet. Meg mindenféle más cuccot. Speed, kokain, heroin, minden szar, ami kell. Jó lesz ez a nap. Remélem ezt a sok bocskot és szemetet valamilyen nagy eső egyszer elmossa az utcáról. Látom, te már nem ülsz volán mögé. Srácok, nektek az ott a letjogsítok? Na azért túlzásokban leessünk. Én rendőre utolok. Igen, behogy már. Kézikamerázni csak tudsz, valami filmes suliba jártál. Elhozhatom, ha kell. Vagy... Kell valami zíték a zsarutnak, hogy mi fantanámnak ezek az állatok. Hát maximum forgatunk egy jó kis krimi akciófilmet. Ez aztán a szuper csapat. Maximum. Mellesleg nekem este egy koncertre kéne mennem. Jó van, Tomo, majd fejem basztod őket a gitároddal, majd forgatunk bele egy videoklipet is, nem? Ez a Wikivel. Szia! Amúgy, én bocsánat, csak most szólok, de hát nem voltad a koliban, de képzeld, ma este hazaérünk. De hát, hogy? Képzeld az utolsó estére, mert nem volt az a foglalás, és át tudtuk rakni a repjegyet egy korábbi időpontra. Persze, jó, persze, ott beszélünk. Amúgy, apa tegnap óta nem volt Skype, úgyhogy figyó, hogyha tudsz, akkor szólj neki egyszer, hogy este hét körülre megérkezünk. Lehet, hogy zavarják az adást. Várj, amúgy meddig tart az egész. Aj, Petya, milyen rendőr vagy te? Ne ügyeskedj velem, nem te a délutánozni megyünk, te is tudod. Na, akkor mindenki megy a saját dolgára, aztán egy. Istenem, srácok, ne csináljátok már ezt velem! Hát nem hiszem el! Évente egyszer találkoznak ezzel a góréval. Most lesz bizonyítékunk, hogy lebuktassuk őket. Ígétek már, hogy nem gumicukrot árulnak. Én készen állok. Na, jó, helyes. Hamar meg lesz. Danik, vagy fel őket közelibe! Szevasz, Figa! Jó van, menj a faszomba azzal a szarzsákkal a fejedre! Visszállt! Kell valami! Kell valami átadás! Hozzában nem akarsz visszamenni, bazd! Majd, nigga! Rá! Mi van nálad? Jó van, menj is! Menjünk magukat is! Menj a faszomba! Na mi van, lebuktam? Hát a kicsit bazd! Tetszik? Jó, jó, szexi, szexi! Jól néz ki, jól néz ki! De egész patikálva jöttél? Nem, a főnök nem van a pincében! Elmennek. Jó, figyeljetek! Menjetek! Ti menjetek a pincébe! Menjetek körbe a pincébe, hallgatóan! Én meg beépülök, jó? Kollégák! De most jól tudod szereztem, most nehogy már getized a cuccot! Nem a cuccában baj, nem a cuccában a bajom! Szevasztal! Ugye itt vagyok, na? Visszajöttem. És akkor mit csinál most? Lesz szól tőle, akkor mit csinálj? Várj már! Hova jöttél vissza? Hogy mi? Hát jöttem elhozni veletek, gyerekek. Mit akarsz te veletek? Te hívj nem tudod, nem? Jó, beszélj veletek, beszélj veletek. Én kurvára nem. Mi az is? Mi a geci? Beépültem zsarunak. Hova épültél? Nagy lófasz. Fődobtál? Nehogy dobtam föl, senki nem dobtam föl. Vigyetek le a főnökhöz, a főnökkel akarok beszélni. Igen. Toma, gyere, van egy ötletem, hozd a fúvósat. De dolgozni akarok a főnöknek. Te most nem fogsz innen kijönni. Senkivel nem fogsz beszélni, vágod? Ez most kurvára, mi az anyám ez? Mondom, Special Police. Beépültél, mi? De veletek vagyok. Vigyük fel a kis sűt valóban. Vigyük fel a kis fiúkat. Gyere, menj, gyere! Mi a fasz? Nem, 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 n
nyúlj arra! Ne figyelj, ne rakod hozzá, ne rakod hozzá! Ne gyere közben, megszurkálok, most mondom meg, hogy elmondom. Hogy beszokták? Meg most nem vagy csúzat, nem is csúzat. Nem is csúzat. Nem is Gyertek! Gyertek csak madárkáért, jó, jó madarak, gyertek, gyertek! Itt a rezidencia, menjél le a faszomba te is, menjél, te is utána! Itt már nem lesz jó étpuszi! Menjél le a faszomba, te is, menjél oda! Ha nem mondtad, nem első osztály a szálló! A faszom. Ez a legegyszerűbb. Áruló kollégá. Önök visszajött. Haló, nem tetszik a rendszer. Hát árulnom kéne tovább mindent, és... Tudod jó, hogy mindig vele voltam. Mindig velem voltál. Olyan vagyok, mint a fiad lennék. És mikor nem voltál velem? Inkább mesélj, hogy honnan van az utca. Milyen az extazi? Mi az extazi? Mesélj, főnök. Mondjad, főnök. Legjobb. Mennyi? A kokain. Honnan van? Afganisztán. Afganisztáni a kokain? Legjobb. Olyan? Leg a kínai. A kínai is jó. Deutschland. BMW. Ferrari. Ja. Na, Chicago. Más koncertre számítottam most. Beengedgetek hát, ha meghallják fönn. Állod, ez nagyon kevés. Legalább, nem tudom, Vikinek küldhetnénk valami börtön szelfit, hogyha lenne térerő. Vikinek? Várjál, már mennyi az idő! Te mit szívsz? Csak füvet, csak füvet! És pedig nem szív. Nagyon ritkán. Pedig ők gyanúsak neked szó. Nézd meg, ezek ketten szerintem ellenet törnek. A lófaszt. Pont úgy tűnik. Erre akar hangolni. Bár akarok épülni. A rendőröknek minden papírjához hozzáhelyőnye. Lefognak cuccokat kéne ahhoz. Pakisztán. Pakisztán? Na és aztán? Csapatokba hozzátok? Hát... Na gondoltam. Legjobb. Igen, főnök, vegyetek be a csapatba. Beveszünk, jó? Rendőrség, le a fegyvert! Te is milyen nézni. Azt ki, hol voltatok? Szigorú a beléptetés. Jó, már te intézz ezeket, én meg zártam, amíg megcsinálom a dolgomat. Sok sikert. A viszlán, kösz. Na mi van? Megyünk moziba, srácok? Itt van minden. De végül ez! Az meg, kamerád is megvan! Ja, franc volt ez az egész! Rossz fiúk elmesélik, itt van minden. Hagyd ez át, Monika! Nyomás innen, minden itt van a csajod. De minden. Te vezetsz. Figyelj, mondd meg a Vikinek, Paterbe van baszva, megkapta a drogosokat, de azt is mondják, hogy nagyon büszke vagyok rá. Ő is rá. Hallottan, én tudtam, hogy kemény lesz az a nap, de azt hittem, hogy a koncert miatt. Hát, az már piskolta. Az baszva.
De őket is. A kisasszony visszatért. Arra kérünk, segíts levenni ezt a maszkot. Csak hadd lássam még egyszer saját szememmel. Látod már, ez a film az életünk, hadd legyen